Sziasztok, én Márton vagyok, és ebben a mai videóban kérném szépen egy újabb formátummal érkeztem én itt most nektek. Hát biztosan megjátok, vannak ilyen videók külföldön, ilyen TikTokon is, meg Instagramon, mindenhol, YouTube Shortsba is, mindenhol, főként külföldön, hogy így a gép így bead neki birkózókat, és azt nekik a vakon, tehát nem tud rá, hogy ki lesz a következő, kell rangsorolni, mondjuk egy 1-5-ös skálán. És hát ugye itt most az a jó benne, vagy hát ilyen érdekes benne, hogy ugye nem tudod, hogy ki következik, és teljesen vakon rangsorolod. Tehát lehetséges, hogy első helyre kapsz egy edge-t, és akkor edge-et mondjuk beteszed, ugye Adam Copeland-et, mondjuk beteszed az első helyre, és akkor Kövinek mondjuk egy olyan birkózó jön, aki mondjuk szerint egy jobb, mint edge, mondjuk mit tudom én, mondok egy példát, Bret Hart. És hogy akkor már nem tetted őt az első helyre, nem tetted már Bret Hartot az első helyre, mert ennek pont ez a lényege. Úgyhogy ezen felbuzdulván fogunk csinálni egy ugyanilyet kb. HCV-s kiadásban, ugye csináltam egy ilyen kereket, HCV kerék, ugye nagyon kreatívan, és kipörge valakit a kerék, és 1-től 8-ig fogjuk őket rangsorolni, őket ugyebár vakon, amit pedig itt fogtok majd látni, ide fogja majd azért beírni, hogy ti is lássátok meg én, és egyébként ez egy Paint 3D, aztán de nem 3D-be fogunk itt semmi se csinálni, hanem csak ideérjük a birkózókat. Hát úgyhogy szerintem kezdjünk is bele, mert még egy valami. Tehát, hogy mivel tudom, hogy egyébként vannak olyan magyar birkózók, akik így hát néha-néha nézik a videóimat, hogy meg ez így a fanokhoz is szól, hogy lehetséges, hogy elrontok valamit, és valamit nagyon nem úgy csinálok, ahogyan szerintetek az kéne, vagy nem értetek ezzel egyet, ahogy mondjuk én berangsorolok egy embert. Hát ebben ne legyen hari. Ezt tudom mondani, senki ne vegye magára, ez csak egy ilyen hülye játék, amit így most kitaláltam, hogy milyenre csinálhatnám meg videóba. Úgyhogy igen, de most már akkor tényleg kezdjük. Pörögjön az a kerék, én azt mondom, ki lesz az első, akit kidob vajon. Nézzük. Cornél! Cornél! Ugye ő Michael Nutt, azaz András, csak ugye amikor ő volt Cornél, a HCV-nek a HRS-e, vagy valami ilyesmi volt. És hát ő ugye birkózott is egy az Aktakukacok formációban, László valaki ugye a staffnak a vezetője. És hát iszonyatosan szórakoztató a holdon. És ami a legfontosabb eredménye Cornélnak, hogy egy növény ellen birkózott a véres novemberen. Az első véres novemberen, amin én ott voltam. Mi néző. És hát bejött, működött, mert azóta ez a szenvedélyem, mert minden. Ilyesmi, azóta rajongok ezért a pankráció iránt, úgyhogy Cornél és a növénynek, növény úrfinak köszönhető az gyakorlatilag részben, hogy most itt vagyunk, úgyhogy köszönjük meg Cornélnak. És hát akkor őt kéne most nekünk berangsorolni 1-től 8-as skáláig. Kérem szépen, hol rakjuk Cornélt? Hát ugye Michael Nutt lenne, akkor biztosan top 4-as simán benne van. De figyelj, én azt mondom, hogy Cornélnál azért leszek jobbak, én úgy gondolom. Vagy mint karakter Cornél. Vagy hát már nem mindig ez nagyon nehéz mondjuk, hogy mert most mi alapján rangsoroljam? Én azt mondanám, hogy minden alapján is fogom rangsorolni. Ez ilyen overall izé. És hát ő ugye comedy izé, hogyha most azt nézzük, hogy én azt mondom, hogy 7-es vagy 6-os. Ez utolsót nem adok Cornélnak, mert nem. Jó, figyelj, legyen a 7-es. 7-est Cornélnak, ha Michael Nutt-ot adta volna, akkor 4-es, 3-as, 2-es, 1-es közé rangsorolnám be. De nyilvánvalóan ez az első ugye a legnehezebb, mert nem tudod, hogy ki lesz a következő, akit ki fog pörgetni a kerék. Úgyhogy hát igen, ez egy nehézkes, de megtehetünk mind az ügy érdekében. Ja igen, és azt még elfelejtettem mondani, hogy ez nem csak a mostani HCV-s izé, hanem mindenki itt van. Még olyan nevek is vannak itt a listán, mint Eddie Rage, meg ilyenek.
Nyilván Connors is itt van, Grizzly Davidson, Eddie Rage is ott van, Koppány, tehát itt mindenki is itt van. Ha kihagytam valakit, akkor azért sorry. De, ja. Oké, forduljon az a kerék, forduljon. Forduljon. Vagy pörögjön, vagy hogy mondjam. BT! Ugye, aki ugye visszavonult a Vader-Sovermeren, hiszen ugye elvesztette a meccsét Maverick ellen. Szerintem, igen, már kiment a Vader-Sovermeren, szóval ezt már mondhatom. Hát igen. BT. Hú, hát ez top 3. Könnyen én top 3. Nagyon jó ringben, nagyon jó volt, vagy hát még mindig jó, csak értem, mert nem birkózik, nem mindig. Tehát nagyon jó a ringben, nagyon jó volt a mikrofonnál is, a nagyon jó előadó. Hát gyerekek, azt mondom, hogy ez top 1. Ezt nem nagyon egyszerűen mondani, és ez most nem feltétlenül csak a szimpátia alapján, hogy jaj, mert most visszavonult, hanem ez így frankon mondom, hogy a BT egy hatalmas nagy tehetség volt, voice crackeltem is egyébként, elnézést, tehát a BT hatalmas nagy tehetség mai napig, és hát ez így meg is mutatkozik, ugye? Ő egy kiváló előadó. Úgyhogy igen, abszolút top egy, mert minden megvan a... Tehát jó a történetet is jól tud mesélni, mind a mikrofonnál, mint a meccsben is. Birkózni is nagyon tud, karizmatikus, mint az állat. Egyszerűen azt mondom, hogy BT a tökéletes összegyúrása mindennek ahhoz, hogy top 1 legyen. Úgyhogy én megelőlegezem BT-nek a top 1-et, vagy nem megelőlegezem, mert ezzel már nem fog tudni változtatni. Úgyhogy BT top 1. Hát így azért már lekerült ez a presszúra, ki lesz a top 1. De így akkor kilőttük, és akkor ezzel már nem kell foglalkozni. Tehát akkor a 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös, meg a 6-os is, és a 8-as az, ami üres, és megint BZ-t pörgette ki a kerék. Úgyhogy pörgetett még egyszer, most többet klikkeltem rá, hogy nagyot menjen. Az ott már átlagos Schwedberger fogjuk rangsorolni. Na! Schwedberg szerintem egyébként... Ha. Gondolkodok, hogy mit mondjak. Hát szerintem, mivel ő nem main eventer, azt elmondhatjuk. És ő is inkább ilyen komedi jellegű, szerintem ezen a vonalon fog mozogni, hogy most inkább ilyen komedi jellegű Schwedberg, de viszont nekem nagyon tetszik a karaktere, az a svéd szupermodell, a cucc. Úgyhogy, ha nem is top 3-at szavazok meg neki, de hát lejön a pont a felénél, hogy 8-ból, és akkor 4-es. Hát, jó, nem, legyen az, hogy a Schwedberget berakjuk az 5-ösre, én úgy gondolom. Szerintem ez a Schwedberg egy jó 5-ös. Schwedberg egy kiváló 5-ös, én úgy gondolom. Igen, és akkor még lesz még itt hely, lesz még itt hely. Mindenki el fog szépen férni. Szerintem ez egy tökéletes hely, Schwedbergnek az 5-ös. 5-ös vagy 4-es közben vaciláltam, de inkább mentem most az 5-össel. Na és Chris Dice. Igen, nem csúszott át mond Hősantarra. Chris Dice a következő, aki be kéne így most sorolni, hogy BT az első, 5. a Schwedberg, és 7. Cornél. Hát akkor ez azt jelenti, hogy... Basszus, Cornélon változtatni kéne, nem 7-esre kellett volna tenni, hanem 5 kellett volna 5-ösre vagy 4-esre. Mert nagyon szórakoztató volt, de mindegy, most már ez így marad, ez most egy elletet rontva. Úgyhogy nem mindegy. Chris Dice, őt hova rakjuk? Hát, ha 2 évvel ezelőtt lennénk, vagy se, nem kell 2 évvel ezelőtt, 1 évvel ezelőtt lennénk, én szerintem még akkor is azt mondtam volna, hogy az top 3. De így én azt mondom, hogy Schwedbergnél mindenképpen magasabbra tenném. Én úgy gondolom, hogy Chris Dice egy tökéletes pozíció lesz az, hogyha a 4-es befogjuk őt
rakni. Egyébként a tetszítettek ez a videó, meg ez, hogy amit itt csinálunk, hogy így a kerékkel amperkodó, nem is feltétlenül ilyet, hanem más is lehet akár csinálni. Nagyon sok opció van. Akkor jelentitek azt nekem egy like formájám, és akkor még lesz ilyen kerekezős díj, hogy így mondjam. Jó. Mindent írjátok meg a komment szekcióba, és akkor haladjunk tovább. Visszamegyünk a kerékbe, és akkor következő. Egyébként megcsináltanám azt is, hogy amikor ugye kipörget, akkor ugye removálom. Removálom a izét. Az adott embert. Hopp, hopp, hopp! És Chris Dice-nak a volt csapattársa. Maverick-ket kell most besorolnunk. Hát, hát, hát. Én most szívem szerint, ha most szívemre tenném a kezemet, már megváltoztattam volna az egészet. Vagy hát azt megváltoztattam volna, hogy akkor hát... Schwerberg helyére kellene Maverick. Szerintem, de nem tudjuk, hogy kicserélni, nem lehet. 6-os nem adném Mavericknek. Úgyhogy az első dobogó, vagy nem az első dobogós, mert van BT első helyen, de a dobogósunk az Maverick lesz. Ha 3-as poziba, 3. helyen. Én úgy gondolom. Azért nem top 2, elmondom miért. Mert a heelként, mert amúgy szerintem az kellett volna, hogy legyen Maverick egyébként, már Hős Antal Ronnál törnölt, a közönség nem vágta le, vagy nem ment át. Aztán azzal próbálták szerintem Mavericket heel törnöltetni, vagy heel-lebbé tenni, hogy visszavonultatja BT-t. De az a baj, hogy Maverick is, vagy nem baj, Maverick is ugye a közönségnek még ott is egyébként volt, tehát nem az volt, hogy Mavericket fújolták BT-t, meg szerették, hanem 50-50 volt. Úgyhogy hát, én amiatt, és ez miatt nem lesz top 2, hanem csak top 3, mert hírként nem működik, vagy egyszerűen nem megy át a törn maga. Én úgy gondolom. Úgyhogy ezért Maverick idézőjelben csak dobogós. Oké, okay. Hát akkor pörgessünk. Egyet. Ismételten, ki lesz az? Vilmos. Oké, okay, akkor. Ujás, Vilmos a repülő varacskos disznó. A rangsorolása fog következni. Hát ez nehéz, mert top 2 az nem. Azt nem mondanám, hogy Mavericknél, Dice-nál és Fiedbennél is jobb. Vilmos. Hát Cornélt nem oda tenném. Tehát Cornélt simán felraknám a 6.-5. helyre. De elrontottam azt. Úgyhogy... 8. nem raknám Vilmost. 7. lenne szerintem neki a tökéletes hely most a lista alapján. De mivel a 6. a szabad, ezért oda fog kerülni Gulyás Vilmos. Fú, és én az utolsó hely meg a 2. hely. Már csak a szabad. Ez így vicces lesz. Jó, hogyha nem ilyen nagyobb kaliberű ember fogunk kapni, akkor az fixen a 8. helyre fog kerülni. Gyakorlatilag. Ki lesz az? Maokai. Hát, ez most nagyon rossz érzés. Azt kell, hogy mondjam. Értem én, hogy ez... Hogy így... Hát, figyelj! Tehát, hogy... Az a baj, hogy hát... Most már második a Maokai-t. Íny. Na, az a baj, hogy 8. helyre biztos, hogy nem tenném. Őt tenném most Schwerberg helyére kb. Az 5. helyre. De hát már foglalt minden. Mavericket top 2-be kellett volna, és mindent feltolni egyel.
Ó, a Manóba. Ne, és akkor igen, mindent feltolni egyel, és akkor és akkor Viamosnak a helyére tettem volna be Mavericket. És akkor Schwaben lenne a negyed, az kellett volna amúgy. Hát... Nagyon sorry vagyok. Csóri Maokájának, mert nagyon jó arc, mert minden. De sajnos 8. lett. Ja, a kerék akarta így, én nem, a kerék akarta így. Ezt ne vegye senki se komolyan, aki nézi és birkózó, az se. Ne vegye senki. Ó, tudom ki, nem raktam fel egyébként a kerékre. És így eszembe jutott. Például Axel Fox kimaradt, mindegy, kövibe akkor felkerül majd ő is. Ha jól tudom, kimaradt. Na nézzük, most ki fogunk kapni utoljára, aki a második helyre fog kerülni. Blake Steamer a második. Hát akkor Blake Steamer lett a második, amivel nem értek egyet. De Blake-et is inkább közé, mert igen, egyébként tényleg fel kellett volna tolni az egészet. Vagy úgy csinálni, hogy Mavericket a másodikra, és Maokai megkapta volna a harmadikat. Hát ez, és itt kijön az, hogy ez miért vicces ez a kerék, ez a rangsorolás dolog. Hát ez most szerintem ez egy nagyon rossz lista lett így. De figyelj, most így már is így vágjátok ezek után, hogy ez így most miről fog szólni, úgyhogy szerintem menjünk még egy kört, és akkor oda fogjuk folytatni. Akkor meg fogjuk kezdeni a második fordulót, most mind a 8 pozíció újra üresen van, és akkor meglátjuk, hogy mi fog ebből kisülni. Megyen a pörgetés, nagyon bepörgettük a kereket. Úristíz, hogy bepörgettük a kereket, és... Maokai! A Maokai! A Maokai-jal kezdünk, oké. Azt mondja, hogy... Jó, én most pozitívan állok ehhez hozzá, Maokait a negyedik helyre be fogjuk tenni. Én azt gondolom, az a középmezőny, pont így a felező, de már inkább a izi... Jó, szerintem Maokainak a negyedik hely, mert azért még, nem, még azért ő még inkább feltörekvő, és nem olyan, akit a top 3-ba raknék. Ő még inkább az, aki tehetséges, mert az tény, meg amúgy mindenki tehetséges. Csak egy kerék. Szóval, hogy ezért sorry vagyok, az a lényeg. De mondom, ne vegye ezt senki se komolyan, mert akkor már veszi, ezt megérdemli. Azt gondolom. Nézzük, jön még egy következő pörgetés. Az a Palászvárpár, az a Palászvárpár. Na, itt lesz az, hogy top 3, az biztos. Biztos, hogy top 3-ma lesz. László, Árpád, ugye Peachy Hooker, ként is ismert. Hát, nem is tudom. Vagy egy, vagy kettő. Hát, hogy most végig gondolom. Lehet, hogy jobban járnak, ha Lászlót az egyesbe raknánk. Én úgy gondolom. Tehát ezzel szerintem nem lőhetünk mellé. Hogyha ez így fog történni. Jó. Azt mondom, hogy legyen így. László Árpád a top 1, Maokai a 4-es. És akkor szabadon maradt a második hely, harmadik, ötödik, hatodik, hetedik és a 8. hely. Még azok üresek. Ismételten pörög az a kerék. Na. Ki lesz az? Ismét Maokai, újra pörgetünk. Hát vagy rimuváltnám, de nem, inkább krumod, és újra pörgetünk. Nézzük. Ó, az még Ted Wellington, így van, oké. Na. Ted Wellington, nagyon jó karriere volt szerintem, tehát első Revolution, vagy bocsánat, első Tag Team bajnok, HCV Tag Team, első Revolution bajnok.
16-ban nagyon jó volt, én úgy gondolom, amikor a menedzserem volt Victoria, azt hiszem, az is kifejezetten jó volt. 18-ban a Cortezzel tegelt, ugye, az is kifejezetten szórakoztató volt és nagyon jó volt. Én úgy gondolom, hogy karrierje vége felé, amikor ugye még mielőtt visszavonul, szerintem akkor már nem volt olyan számomra, de nyilván összességében nézem ezt az egészet, tehát ezért muszáj vagyok neki megadni, szerintem, ezért én szerintem megadom neki az 5. helyet. Vagy 6. Látom, hogy inkább 6. lehet. Vagy 5, vagy 6. Erős 6-os, vagy gyenge 5-ös? Ez a kérdés. Hát, legyen 5-ös. Legyen 5-ös. 5-ös. Kimondtam a végszót. 5-ös. Lett Ted Wellington. Okay, akkor következő. Pörgetés forog az a mágikus kerék, Fortuna forgatja, és hoppá, az jó, igen, az jó, Marcus Vitra. Na, szerintem ez jó, ez jó lehet. Na igen, ilyenkor lent volna az jó, hogyha Wellington a 6-ra raktok valamit, akkor Marcus menne 5-re. De így én azt mondom, hogy Marcus Vitra lesz a dobogós, a bronzérmes lesz Marcus Vitra. Marcus Vitra mindig impresszív volt, közönséggel jó kapcsolatot ápolt. Szerintem, ha nem lett volna ilyen nagyon sérülékeny, és hogy mindig úgy birkózza, akkor szerintem ő nagyon jó lenne már. Vagy hát akkor is jó volt, de hogy még jó lenne, én úgy gondolom. Szerintem ott a main event környékén be is ért volna. Úgyhogy igen. 3. helyen Marcus Vitra dobogósként. Hogy? Akkor forog a kerék. Lássuk. És nem fog más felkerülni a listára, mint Szabó Tamás, akit első helyre raknék. Akit első helyre raknék, abszolút, ugye? Ő volt ez, aki már a jelenleg regnáló HCV bajnok, hiszen legyőzte a véres novemberen Tihanyit, az övért. Őt abszolút első helyre raktam, de mivel már foglalt az a pozíció. Még egyszer pörgettem. Hát Szabó Tamás jött ki a keréken, csak világosan pörgettem. Még egyet. Úgyhogy azt mondom, hogy engedjük el. Maradjunk annyi, hogy Szabó Tamás most akkor rangsorolom, és akkor majd utána megint pörgetni, de most Ted Wellingtonról fogom majd indulni. Mert először kijött Hős Antal, aztán véletlenül még egyszer pörgettem, mert azt hittem, majd vissza lehet így állítani, hogy hova kezdődjön, de nem, mert pörgött még egyszer. És akkor lett Ted Wellington. Na mindegy, akkor Szabó Tamást fogjuk akkor értékelni, vagy értékelni, azért mi valami gurmé, tudod? Nem, betenni szépen a listába. Azt mondja, hogy kérem szépen, a jelenleg regnáló HCV bajnokot simán beraknám az első helyre, azonban ez már foglalt László Árpád által, úgyhogy ezért a második helyre fog kerülni Szabó Tamás. Őt nagyon megkedveltem, mióta megtalálta ezt az old school birkózó karaktert. Szerintem ő nagyon jó. Na és akkor most már jó sokszor megpörgetjük ezt a kereket, vagy hát jó nagyot pörgetünk rajta. Ó, és nem lesz az más a következő, mint sem. Pont megálltott Iván Kazakov, akit fogunk értékelni, vagy hát betenni a listába. Hát, hogy őszintén legyen benne nagyon sok potenciál, csak aztán Junior Bastard, mert ugye kitört az orosz-ukrán háború, és hát ez okozta a vesztét. Utolsóra lehet, hogy beraknám. Lehet, hogy beraknám őt utolsóra. Vagy hetesnek. Hetes vagy 8-ason vacilálok.
Hát szerintem jó felségből, mivel azért ő nem tudta megmutatni igazán szerintem magát, ezért... Mert pont amikor beindult volna az Iván Kazakov karakter, akkor jött a baj. Úgyhogy ezért Iván Kazakov a 7. helyre fog kerülni. És akkor így fog tovább menni. 6-os, illetve a 8-as hely szabad. És akkor ki is pörgött Dreisker, ugyebár Robert Dreisker, az Ambos formációnak a tagja. Hát ez érdekes helyzet, mert én megkockáztatnám azt is, hogy még akár Markus Mitra fölé, vagy a Markus Mitra helyére simán beférne Dreisker, de hát ugye meg már foglalt már minden, a 3-as és a 4-es is, és az 5-ös is. Úgyhogy marad Robert Dreiskernek a 6-os. És akkor... Hát ez van. Ez van sajnos. Ez megint csak a kerék számlájára írható. Ismét nem forog a kerék, és ez megint Iván Kazakov lesz, hogyha megint pörgetünk. Lássuk, hogy most kit fogunk kapni. És ez eltörte az egész listánkat, mert most Tihanyi Pétert az utolsó helyre kell tenni. Hát ez mi? Na jó. Hát pedig ugye ő lenne a top 1. Könnyedén rámondanám. A basszus, ekkora szerencsétlenséget, hogy Tihanyi Péter lett a... akkor pörgettük őt ki, amikor már csak egy hely maradt. Ó, anyám barulgas. Hát, én nem fogom oda beléje írni a Tihanyi Péter. Ja, Istenem. Igen, hát... Hát, ebből látszik, hogy ez ezért vicces, ez a kerekezős, nem tudod, hogy ki fog jönni következőnek típusú rangsorolás, mert ilyen nagyon összetákolt, és hát rossz listák is feltűnhetnek. Na de mindegy, majd következőre ügyesebb leszek, remélem. Hogyha egyáltalán lesz következő, mert ha akartok én, akkor lesz, ha nem, akkor nem. Azt úgyis látni fogom a visszajelzésekből, de szerintem ez egy tök fán dolog lehet a jövőben is, úgyhogy, ja. Meg írjátok azt le, hogy mi mit csinálhatnánk a kerékkel. Tehát, hogy mit sósoljon ki, hogy azt hogyan rangsorolja, mit tudom én, mondok egy példát. Nem értek a kosárhoz, de mondjuk annyi ízét kisorsolok, birkózót, hogy egy kosárlabda csapatot, és akkor mit tudom én a posztokra elhelyezni, mert mit tudom én lövetetni csak a kosárlabdához, úgyhogy ez már csak egy hülye példa volt, de most csak kimondtam valamit. Minden ilyet, hogyha van nektek is egy ötletetek, akkor nyugodtan írjátok meg azt a komment szekcióba, és akkor én azt meg fogom szépen csinálni, mert egyébként szerintem ez egy tökre jó ilyen kis tartalom potenciál. Úgyhogy igen. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, hogyha tetszett nektek, akkor mindenképpen azt jelezzétek egy like formájában, valamint iratkozzatok is fel, és gyertek fel a Discord szerveremre is, leírásban megtaláljátok annak a linkjét, és akkor, hogyha oda feljöttök, akkor biztosan nem maradtok le az ehhez hasonló tartalmakról, továbbá részt vettek szavazásokon is, illetve feltehetitek a kérdéseiteket a kérdések csetszobába, amiket pedig én aztán egy Q&A videó keretén belül meg fogok nektek válaszolni. Még egyszer köszönöm szépen ezt a megtisztelő figyelmet. Sziasztok! Hello!